csatornám támogatja a Prózis. A koronavírus kell-e vajon tartani tőle? Maradjatok velem! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és itt is lennék egy, mindenki által ismert témával. Főleg most ilyen nagyon felkapott téma lett ez a koronavírusos dolog. Viszont ebben a videóban kérem szépen kicsikét tudományra fogunk alapozni, hogy vajon kell-e tőle félni, vagy nem, mik a statisztikák, mit mutatnak a számok, versus mit mond a média. De vágjunk is bele. Mint tudjátok, a koronavírus 2019. decemberében ütötte fel a fejét Wuhanban, Kínában. Na most Wuhan az Kína központjának a fővárosa, mondhatni, ahol rengeteg park van, rengeteg turista, turisztikai látványosság, sok szép hely, rengeteg egyetem, nagyon sok nemzetközi diák jár oda tovább tanulni iskolába, egyetemre. Na most kérem szépen az az érdekes, hogyha belegondolunk, hogy pont a kínai újévkor ütötte fel a járvány a fejét, ami azért furcsa, mert akkor van ott a legtöbb ember, a legtöbb országból mindenki akkor megy oda, hogyha valaki meg akarná fertőzni a világot, és hogyha választania kéne egy helyet, akkor valószínűleg Wuhan-t választaná, ahol igazából a legtöbb ember van, ahogy már említettem is, legtöbb nemzetiségű ember. A legtökéletesebb időpont erre a kínai új év, vagy a kínai új év előtti időszak. Szóval, hogyha engem kérdeztek, ez nem véletlen volt, nem a denevérek megevéséből jött ez a vírus, vagy nem is tudom miből, hanem valami idióta ezt kitalálta, megtervezte, és onnan indította el a vírust. De majd fogjátok látni egy pár év múlva, hogy ez így is volt, ez nem a denevérek megevéséből jött ez a vírus, hanem tényleg valaki, valami orvos véletlenül olyan dolgot csinált, vagy olyan embernek adott be olyan injekciót, amit nem kellett volna véletlenül. Úgyhogy, ha engem keresztek, minden okkal történik, semmi sincs véletlenül, ahogy ez sem. Na most, másik kérdés az az, hogy mennyire kéne félni tőle, ettől a vírustól. Mint tudjuk, a média felfúj mindent, és olyanból csinál hírt, amiből lehet, hogy nem kéne. Ugyanis egy pár évvel ezelőtt volt ez a H1N1 vírus, amit szintén nagyon felfújt, és szintén több ezer ember halt meg, és ugyanúgy az is egy gyógyszerre épült. Tehát én még mindig várom, hogy ez a vírus is ráépüljön egy gyógyszerre, és a gyógyszeriparnak ez jó legyen, illetve hogy pár ország szarrá keresse magát ennek a gyógyszernek az eladása után. Na de mielőtt parázni kezdenénk, félni kezdenénk, inkább nézzük meg a statisztikákat, alapozzunk tudományra. Na most kérem szépen, ahogy távolodunk Kínától, úgy egyre enyhül a vírusnak az ereje. Tehát Wuhanban volt a legerősebb a vírus, a legintenzívebb, és aztán ahogy jössz Wuhantól el, távolabb és távolabb, úgy egyre kevesebb a haláleset és egyre kevesebb a fertőzött, tehát egyre gyengébb a vírusnak az ereje, ami azt jelenti, hogyha minket elér majd ez a vírus, ne adj Isten, akkor gyengébb lesz, mint az influenza. Na most az az érdekes, hogy az influenzához hasonló tünetek jelentkeznek ennél a vírusnál is, ugye a koronavírusnál, illetve ugyanazt a gyógyszert kell használni szinte ehhez is, mint az influenzához is. Ezt onnan tudom, hogy nem egy cikk írta, hogy kipróbálták ugyanazokat, igazából ugyanazokat tünetek, mint az influenzánál, és ugyanazt a gyógyszert használták, rengeteg embernek segített és meggyógyult tőle. Én mondanám azt, hogy ez egy kettes típusú influenza, de semmi gond. Menjünk kicsikét mélyebben. Tehát tünetek az influenzának versus a koronavírusnak, mindkettő okoz lázat, köhögést, fáradtságot, levertséget, szédülést, néha hasmenést és hányást is, és szintén mindkettő lehet enyhe, erős és akár halálos is. Halálos nagyon ritkán, főleg inkább idősebbeknél fordul ez elő, de mindkettő ugyanazt a tünetet okozza. Mindkettő cseppfertőzéssel terjed, illetve levegő útján terjednek. Mindkettő lappanghat több napig, vagy akár több hétig is az emberi testben, úgyhogy nem vesszük észre, tehát észrevehetetlen lehet akár több napig, vagy több hétig is, és csak utána jelentkezik panasz, bármi, vagy bármilyen tünet. És végül pedig a halálesetek száma. Na most a koronavírusnál több mint 3000 ember halt eddig meg, illetve az influenzánál 290 000-től egészen 360 000 emberig éves szinten. Tehát ha most belegondolunk, akkor melyik a veszélyesebb, az influenza vagy a koronavírus? Mindkettőnél ugyanazok a tünetek jelentkeznek, a gyógymód is valószínűleg ugyanaz, mint a kettőnél. Szintén még egy táblázat, azt most a telefonomon elő is hoznám nektek, kérem szépen. Ez a táblázat ez másfél hónapos, és ebből azt lehet látni, hogy mennyi a haláleset a többi betegséggel összehasonlítva. Na most nézzük, itt van például Wuhanunk 2020-ban 8149 eset, 170 halál. Na most ez durván egy ilyen másfél hónapos táblázat, úgyhogy ez nem mostani, viszont csak ezt találtam, de már itt is elég szépen összehasonlítja, hogy látassátok. Itt van Marburgünk, 1967-es betegség, és 373 ember halt meg. Na, Ebola. Itt van az Ebola, 1976-ban 33.000 embert fertőzött meg, és 13.000 halál. Akkor nézzük mondjuk a H1N1-et, ami szintén aktuális volt egy pár évvel ezelőtt. 2009-ben 1.600.000 embert fertőzött meg, és 284.500 ember halt meg. Na most azt tegyük hozzá, hogy itt van a fatality rate, ami azt jelenti, hogy az elhalálozási arány. Nézzük meg, hogy melyik a legdurvább, vagy melyik a legkevésbé durva. A Wuhan az csak 2%, ami azt jelenti, hogy 100 emberből 2 hal meg. Tehát 2%-os elhalálozási arány. Marburg 80%, Ebola 40%, Hendra 57%, H5N1 bird flu, ami a madárinfluenza 52%, a Nipah az 77%, a SARS az 9,6%, a H1N1 az 17,5%, a MERS az 34,4% és a H7N9 szintén madárinfluenza 39%. Úgyhogy ha ezt a táblázatot megnézzük, akkor láthatjuk, hogy hát ez a Wuhan, ez a mostani koronavírus az egyik leggyengébb. Még azt hozzátenném, hogy napi szinten több ezer ember hal meg rákban, és több ezer ember hal meg cukorbetegségben is, illetve influenzában is. Úgyhogy szerintem, hogyha ezeket a statisztikákat nézzük, hogyha kicsikét tudományra alapozunk és észre megvizsgáljuk ezt a betegséget, rájövünk, hogy valószínűleg nem annyira durva, mint amennyire a média felfújja. Szerintem ezt fogjátok fel úgy, hogy egy gyengébb influenza járvány fog jönni, hogyha egyáltalán elér minket. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, informatív volt, akkor nagyon szépen kérek mindenkit, hogy csapassatok rá egy lájkot, osszátok meg, ez terjedjen el az országban legalább annyira, mint Kínában a koronavírus, mert szeretném azt, hogy mindenki tudja a statisztikákat, aki pedig, ez más dolog, szeretne személyre szabott edzéstervet vagy étrendet, az látogasson el weboldalamra, ami az aramteriprófizik.hu, vagy ha gondoljátok, bekövethettek Instagramon is, aramteriprófizik a nevem, hogy látassátok posztjaimat, akcióimat, edzéstervekre és étrendekre is. Köszönöm szépen a figyelmet még egyszer, Tari Ádám voltam, iratkozzatok fel, légy szíves! Peace!